Üdvözlök mindenkit, ma egy új játékkal fogok kedveskedni számotokra. Egyébként írjátok le a kommentekbe, már így az elején mondom, hogy írjátok le a kommentekbe, hogy szeretnétek ebből a végigjátszást vagy sem. Ez most egy ilyen bemutató videóként lesz feltéve. Ez már mégpedig a Gunpoint. Amit tudni kell róla, ez egy ügyességi logikai játék. De inkább logikai. És hát egy ilyen kettődés játék, ügynököt irányítunk, és mindenféle különböző feladatokat kell elvégezni, laptopról letölteni mindent, és közben eljutni valahogyan a cucchoz, amit el kell szerezni. De ugye ezt az ajtókon át tehetjük meg, amiket különböző kapcsolókkal nyithatunk ki, meg minden, és át tudjuk kötni, meg minden. De szerintem menjünk is az első küldetésre. Én ezt a játékot már egyszer kijátszottam, de valamiért lestartódott. Nem is baj végül is, mert így legalább tudó belőle esetleg végigjátszást csinálni, ha akarjátok. Start a mission. Fagyás. Jó, kicsit gondolkodott a játék, tehát ezzel vagyunk itt mi. Tudunk ugrani, majd a később évben ugye tudjuk növelni, hogy mekkora tudunk ugrani, meg innen. Vannak bent őrök, ugye azokra figyelni kell, hogy ő ne venjenek észre, meg minden, ugye jelen pillanatban még nincsenek. Hogy itt hogy jut... Ja, persze. Itt átmászok, és akkor itt le. Igen, be, és akkor értitek, ez semmi extra, most felmegyünk, bemegyünk, letöltjük a dolgokat, de hát azért ennél rendkívül sokkal bonyolultabb egyébként a játék. Tehát, és például, hogy így nem szabad kiugrani mondjuk őrök mellett az ablakon, mert ugye ezt meghallják, viszont a játék hangját kicsit feljébb veszem. Játék zenéjét meg lejjebb, mert így nagyon hangosnak tűnik. És hát ugye elvégeztük A pluszra. Szerintem menjünk át a másikra, másodikra is. De előtte van itt ugye egy ilyen shop, amiben tudunk venni mindenféle cuccokat. Mint látjátok, ilyen elég futom árakod itt az elején, majd utána elég drágán. Sőt, hát ugye 8000 ér, ugye a végén ez egy ilyen nagyon vicces dolog, de ezt majd hogyha nem elmondom elején, igazából be tudod vele rúgni a sima ajtókat, tehát nagyon vicces. Piszta is van benne, innen. Erre a crosslinkre lesz majd egyébként nagyon nagy szükségünk, meg a Rewire Jackre. De ez majd a későbbiekben lesz érdekes. Resume mission, és akkor kezdjük is el a másodikat. És egyébként úgy döntöttem, hogy mostantól nagy valószínűséggel Nvidia-val veszek, tehát Shadowplay-jel. És ugye itt most meg kell verni, és így el van intézve az űr. Na most ezt hogy kéne? Igen, feltűnt neki, hogy le van kapcsolva a villany, ezáltal elmegy megkeresni a villanykapcsolót, elmegy a felközelő villanykapcsolóig, és így lényegében kicsalogattuk, megvertük, és megkeltük a gépet. Szerintem egyébként a kommentár, akit annyira nincsen lényeg, de egyébként meg is eszik a crosslinket, ugye ez abból áll, hogy tudunk vele manipulálni különböző kapcsolókat, meg ilyeneket össze-vissza kötögetni, meg ilyenek. Ez a egyik létfontosságúbb dolga a játéknak. Ugye, hogyha megnyomjuk az altot, akkor látjuk, hogy ide volt kötve a lámpára a
kapcsoló. Úgyhogy, hogyha ezt kapcsolgatom, akkor ez így, ezt, tehát egy lámpát fogja kapcsolgatni. Viszont, ha én ezt elfogom, most átkötöm az ajtóra, akkor az ajtót nyitja ki. Szóval, ja, ez szerintem egyébként egy nagyon kreatív játék, és én nem hosszú, de én minden pályáját nagyon élveztem, sőt, még hát külön kampánypályákat, ilyen, hát ugye van benne egy level editor, és tudnak mások is csinálni ilyen pályákat, és tudunk upgrade-elni is természetesen, hát igen, most erre adunk egy jó sokat, aztán majd a másikra, ez viszonylag könnyen kivihető, de mondjuk elég fontos, hogy tudjunk nagyot ugrani a játékban. Hát ezt most itt leverjük, semmi. Oh, na igen, ezt már nem figyeltem. Hogy ja, erre igen. Csak már elfejtettem. Igen, ezt benéztem, mert hát ugye meg kell csinálni azt, hogy járkáljon, viszont nem hagyhatjuk, hogy felkapcsolja a villanyt. Úgyhogy most itt megvárjuk, még itten elmegy. Ugye nem tudja felkapcsolni, úgyhogy járkál tovább. Mi felmegyünk, és mikor háttal van nekünk, bum 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 bum. Szóval, ja. Igen, ezek az első pályák, ezek nem valami nehezek, de azért ez is elég élvezhető. Igen, nincs full damage. És hát igen, lényegében a játék nagy részt ebből áll. Egyre bonyolultabb és bonyolultabb pályákat kell megoldanunk. Ugye itt a kamera is figyel, és az riaszt, hogyha... mondjuk mivel belemegyek. Viszont az őr is figyel, úgyhogy itt ennyi megoldás van, itt feljövünk. Ugye, hogyha itt felugranék is, az őr látna, és akkor riasztal meg minden. Ezt tehát itt lekapcsoljuk, hogy ne tudja kinyitni. Tehát... nem, felfele megyünk? Igen, azt ott nem nyitjuk ki. Az ott átjött, ugye hallotta a hangot, és... nem jó, nem... áj, nem mozdult, aztán gondoltam, hogy... hülye lesz, de nem. Hát azt a öcsém nem kapcsolod már fő. Nem, törjük össze inkább az ablakot. Ja, igen, felfigyelt a hangra. Igen, így meg egyszerűen csak észrevesz és lelő. Ahogy itt is, csak nem láttam azt a szart, vagyis hát azt hittem, hogy háttér. Szerintem mindenek előtt menjünk itt fel. Kiugrunk. Itt megyünk le. Valahogyan át fogunk amúgy jutni. Mégpedig úgy, hogy én azt ott mondom, hogy így. Itt át fog menni, ugye itt. Itt mi valahogyan bejutunk, hát szerintem. Szerintem hogy kéne, hát. Igen, ez egyébként egy ritka egyszerű pálya. Ugye miután elfelejtettem, már így rengeteget szarozok vele. De végül is, hát nem tudom hányan percem egyébként a videó. Egész sok, úgyhogy szerintem ne egybe játsszuk végig az egész játékot. Úgyhogy úgyhogy szerintem, hogyha ezt a pályát végig vittem, megyünk is jó, az ottan már nem lát. De... jó. Akkor megvan a technika. Fasza, észre se vett. Zsír.
Ezt is lekapcsoljuk. És én azt mondom, hogy te azt ottan kinyitod. Jó. Igen, tehát ezt ilyen szimplán meg lehet oldani. Bár még lent van egyébként egy... olyan kis cucc. Meg egy kelendő dolog. Jó. Ezt megkekkeltük. Ezt lekapcsoljuk vele. Elhívjuk a liftet. Beszállunk, lemegyünk, és amíg ugye benne vagyok a liftben, addig meg fognak észrevenni. Bocsánat. Csíkizi a torkom. Én azt mondom, hogy én most itten kiszállok, megverem, jó fasza, meghekeljük ezt a gépet, és voilà. Készen is lennénk, én itten felmegyek, kimegyek, és végeztünk. Úgyhogy, ja. Nagy vonalakban ennyi a játék, de hát ugye... természetesen... ennél vannak részletesebb dolgok is benne. Úgyhogy... igen, ezt is erősíteni kell. Ezt is megvesszük, és... és hát, hogyha a következő, tehát hogyha akartok több részt, akkor írjátok kommentbe, így bemutatásnak ennyi elég is volt szerintem. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!